És Jericho! Köszönöm szépen! Omlottak a falak, nagyon jó volt! Enikő, gyere egy kicsit ide, előbb, még közelebb, még közel. Hallgasd a közönséget! Nagyon szépen, köszönöm! Van itt valaki? Van. Most pedig hallgassuk meg Miki mellett ülő Kareszt. Hát először is én nagyon nagy gondban vagyok, mert ebben a dalban minden jó. Itt abszolút klassz volt ez a díszlet. Ide varázsoltátok a bibliai környezetet. Én inkább Jerikót mondanék, mert a Jerikó az valahogy nem áll a számra. És nagyon helyes volt a tánckar, sok-sok korosztályból, nagyon aranyosak voltak. A ruhád csodálatos, az éneked csodálatos. Ami viszont nekem egy picit problémát okoz ebben az egész dologban, hogy kémiája ennek a dalnak valahogy az jut eszembe, hogy vegyél egy profi zeneszerzőt, vegyél egy profi szövegírót, és csinálj egy profi dalt. Ez itt megszületett. Csak valahogy nekem valami kis izé, ami még úgy hiányozna belőle, hogy most én hazamegyek, és azt mondom, hogy hallgattam ezt a dalt, és ez a része, meg az a része annyira speciális volt meg, hogy valahogy én egy ilyet nem találtam bele, de nagyon profi volt az egész, és gratulálok. Köszönjük szépen. Köszönjük, Karamell, neked hiányzott-e belőle valami, vagy mindent megtaláltál benne? Hát nem ezzel akartam kezdeni, de akkor kezdjünk ezzel. Igen, valami sajnos hiányzott. Szerintem még az, hogy én azt éreztem, hogy talán még a dallal a kapcsolatod nem annyira tökéletes. Ez lehet, hogy csak az idő. Ez egy ilyen szubjektív, abszolút személyes érzés. Viszont akkor hagyd beszéljek a jó dolgokról.
nagyon tetszik, amilyen előadó vagy, meg ahogyan énekelsz. Az igazi meglepetések embere lehet szerintem ebben a műsorban, mert, hogy mondjam, most nagyon nyersen és őszintén kell fogalmaznom, nem te vagy a legnagyobb név a műsorban, ezt lehet, hogy te is tudod, de ahogy így szerintem oldalt így be tudsz jönni és így leelőzni akár mindenkit, még ez is megtörténhet, mert nekem nagyon tetszik az a lazaság, hogy te fölállsz a színpadra és ahogy énekelsz, mert nagyon kevesen tudják magukat nem túl komolyan venni, hanem pont annyira jelen lenne a színpadon, amennyire kell, és pont annyit énekelne, amennyit kell, és nekem nagyon tetszik ez a fajta hozzáállás, hogy nem misztifikálod túl ezt az egészet, hanem kijössz, énekelsz, vérprofi, taktra minden, volt a zenében egy-két olyan, a dalban egy-két olyan megoldás, amitől konkrétan libabőrös lettem, annyira jó produceri munkáról van szó, úgyhogy én nagyon élveztem, nagyon tetszett. Köszönjük szépen. Köszönjük. Zséda, röviden egy-két gondolat. Igen, én is csatlakozom, én is nagyon szeretem, ahogy énekelsz, ahogy előadsz, és soha nem jutott eszembe, hogy egy gátlásos lány lennél. Viszont most ezzel a produkcióval kapcsolatban van néhány ellentmondás bennem. Amikor meghallgattam a felvételt, akkor egy ilyen könnyed, laza popdalocskaként volt bennem, cukin előadva. Most ehhez képest egy drámát láttam a színpadon, egy musical részletet, ami nekem annyira nem illett ehhez a könnyedséghez. És a szövegben is, meg a zene kapcsolatában is van bennem ellentmondás, hogy ez a történelmi, bibliai hasonlat egy kicsit sok ehhez a könnyed zenéhez nekem. Hogyha a popzenét választod a musical énekesnői karriered mellett, akkor a közérthetőséget is választod, és az egyszerűséget. Ez most már nekem egy kicsit túl lebonyolítva, de csodásan szólt a hangod. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, akkor jönnek a pontszámok, bátran, hangosan. Karesz. 7-es pont. 7 pont. Karamell. Hú, most egy kicsit gondba vagyok. No? Egy nagyon erős 8-as. 8 pont. Köszönöm. Köszönjük, Zséda. 8 pont. 8 pont. Köszönöm. És Miklós. 7-es. 7 pont. Köszönöm szépen. Köszönjük, ez összesen 30. Ehhez pedig már is hozzáadjuk a nézőpontjainak átlagát. Figyelj, Enikő, ez pedig 6. Ez jó? Köszönöm ez szépen. Jó. Összesen 36, köszönjük szépen, Enikő, találkozunk ott fenn, óvatosan a falak mellett.